Hát sziasztok everybody, itt Kaktusz, és itt a leszpélynek a 21. része lesz. Videón kívül haladtam a favágással azért rendesen, szóval szerintem ez már elég fa lesz ahhoz, hogy tovább építsük a Monster Trap-et. Azért kéne tovább építeni a Monster Trap-et, mert így azért eléggé lassan termel. Nem tudom, észrevettétek-e. Hát, oké, elég sokat termelt, mert nagyon régóta megvan, már szinte a sorozat eleje óta megvan, mert nagyon az elején építettem, de ez közel sem elég szerintem, szóval ez a rész, hát igazából ennek a résznek az elejét fogom inkább a Monster Trap tovább építésére szánni. A rész másik felében viszont elkezdek építeni egy vasutat a villagerekhez. Azért lesznek most a villagerek, mert igazándiból egészen... Szóval, hogy így kifejlesztettem egy technikát, amivel tökéletesen tudunk majd villagereket szaporítani, mert már elég régóta próbálgatom amúgy, hogy hogyan lehetne a legjobban, és végül is meg is tett a legjobb szerkezet, amit így végül is összeraktam. És igen, láthatjátok, hogy 37-es szintű vagyok, ez nem véletlen, mivel mondtam, hogy kezd fogyni a diám, ezért elmentem és szedtem, és lehet, hogy most az a baj, hogy nagyon sokan azt halljátok inni, hogy csaltam, mert pontosan 64 darabot találtam, és emiatt azt hihettétek, hogy ezt most beadoltam kreatív módban. Pedig nem, láthatjátok a szintemen, és a vas mennyiségen is. Közben rengeteg vas lett nekünk, ja, hogy még itt is sült egy csomó a sütőben. És az a vicces, hogy én mineshaftot találtam, miközben ástam lent a bedrocknál, és itt van belőle a sín. Az is talán bizonyítja azt, hogy nem csaltam be, de nem tudom, lehet valaki ezt fogja hinni. És itt van még egy minecart is, amit ugyebár találtam. Egy ilyen kis minecartos cuccot. Jó, akkor hát ezt a vasat csak most simán berakom, dusta vagyok belőle blokkot csinálni. És amúgy itt ez ennyi almát adott most ez a favágás. És szerintem mielőtt elkezdenénk építeni a monster trapet, berakok egy 4 stack krumplit sülni. Ja, tényleg learattam a krumpli farmot, széktárcsos csákánya, meg a répa farmot is. És akkor most van krumpli, meg répánk, és jó, így. Berakom ide a szeneket, és igazából még mindenféle dolog fog kelleni ez a farmhoz, vagy mi az a monster traphez, mert kell hozzá dispenser, redstone, meg repeater, és fa. Ja, meg vizes vödrök. Mennyi vizes vödrök fog kelleni? De jó, hogy találtam ennyi vasat, mert most nagyon jól fog jönni. Kérlek szépen egy szinten 4 darab van, és megpróbálom megnézni. Aha. Nem, 3. Igen, szerintem 3 darab van, de nem vagyok benne biztos, jó, akkor 2 szintet szeretnék ráhúzni, de hogyha többre lesz elég fám, akkor többet fogok ráhúzni, akkor... Húha, hát akkor 12 darab vödör kell, amihez pedig 46 darabos. Lehet, hogy hülyeséget beszélek, ki tudja. Ez egyelőre 8 vödör. 1. 12 vödöröm van. Tökéletes. Na, akkor ezeket most már mindjárt megtöltöm vízzel, mert ugye a vizes vödörök kellenek. Vagy nem, csak 2-t is, akkor majd fönt örökvizet csinálok, aztán a sokkal egyszerűbb. És... most mennyi dispenser fog kelleni? 12 darab dispenser, amihez 12 így kell. Ami elég sok így. Ha belegondolunk. Jó, akkor most ebből a 14 fából mint botot fogok csinálni, mert már idegesít, hogy soha nincs botom. Nem is ebből annyira sok. Na mindegy, nem baj. Így. Hát ez nem kevés így. Na mindegy, tényleg? Meg kéne egyet enchantolni. Vagy 2-t. Vagy 3-at. Oké, akkor csinálok még ilyet. Csinálok, és akkor most enchantolok egyet. Egyelőre csak nem csinálok 2-t, aztán majd, hogyha az elsőre is jó enchantot kapok, akkor majd még elhasználom másra. Mert hát most nézzétek meg, rengeteg szinten van, és pont itt a lehetőség, hogy enchantoljak egy ilyet. Remélem valami jót kapok amúgy. Így. Power 3, hát ez elég rosszul indul. Igen. Ez egy elég rossz így lett, de nem baj. Power 3, igen. Unbreaking 3. Na.
Az utolsó jó lett. Az utolsóra azt mondom, hogy jó lett. Viszont az első kettő, ez szégyen. Nem értem, hogy úgy van, hogyha Power 3-at ír ki az Enchanting Table, akkor azt is fogsz kapni. Ha Efficiency 3-at, akkor csak azt fogsz rákapni. Ugyebár nyitottam egy ilyen enchantodós chestet. És akkor egy egész jó így. De mivel még nincs rajta Infinity, emiatt egyelőre ide berakom. És itt fogom tartani. Viszont mivel a 3 miatt enchantoltam, ezért még egy ilyet el kell majd készíteni. Jó, inkább először megcsak mindent, aztán majd elkezdem építeni a monster trapet. Nem fogom itt tovább húzni az időt.
Na, tovább is építettem, és... Hú, mennyi idő volt. Nektek csak egy gyorsítás, de hát... Nekem rengeteg idő volt, Jézusom. Na mindegy, akkor folytassuk is tovább a dolgokat ezzel a csillés dologgal. És ebbe az eszem ugye nehéz, hogy... Szóval, hogyha a falu közelébe megyünk, akkor a csánk az be lesz töltve, ugyebár, és akkor a falusiakat megtámadhatják a zombik. Emiatt, amint már este lenne, egyből aludnunk kell, mert különben leszpamolnak a zombik, és megölik a falusiainkat, amit nem kéne engednünk. Emiatt, ja, előveszem az ágyamat, ami ilyen hordozható. Ez az az ágy, amit így elvihetek bárhova. És akkor ebből, ezbe egyből aludni fogok, amikor este lesz. És akkor nem fognak meghalni a falusiaink. Na mindegy, kezdjük is elépíteni valahol, mondjuk így itt kezdődjön. Igazából nem fogok gyorsító sineket használni hozzá. Azért nem, mert... Igazából nincs értelme, majd lögdösöm. Csak pazarlás lenne egyelőre, mert aranyból majd jó sok fog kelleni. Az igazság. De amúgy, amiben biztos vagyok, hogy ennyi sin nem lesz elég. Szóval ez már most rohadtul kevés van. Szóval, júj, de nem lesz elég. Nem baj, nem baj. Azért nagyon elhittem, hogy majd nekem ennyi elég lesz. És ja, akkor építsük. Ennyi. Komolyan, ennyi. Már mindegy, igazából rájöttem, hogy közben nagyon összeszeretlen voltam, mert azzal, hogy ezt most megépítem, semmire sem megyek. Nem fogok még villagereket vinni, mivel még semmilyen tároló helyem nincsen hozzá. Ennyi sín már csak elég lesz, vagy még csináljak? Aha, még ezt megcsinálom, ezt a párolásot. Pont amúgy kijött. Három stack sínem van. Ami nem tudom, hogy mennyire lesz elég, de remélem sokra. Nagyon igazából nem lesz szerintem sokra elég. De mindjárt meglátjuk. Na végül is akkor itt vagyunk, és nem tudom, hogy... Most a szívéje vezessen be a faluba, csak simán. Szerintem az lesz, na mindegy, egyelőre nem fogunk semmilyen falusiakat innen elhozni. Hanem majd. Majd. Különben itt körülnézek, hogy mi a helyzet, mert... Mert nem tudom, de ez egy kis falusi. Ezek szaporodtak volna, nem tudom. Na mindegy, egy farmer, jó. Leather worker. Ó, a könyvtárosnak milyen izéje van? Protection 2. Na, az nem valami jó. De nem baj, azért annyira nem is rossz. Jó, akkor itt így állunk. Igazából semmi különös dolog nem történt. De ja, akkor menjünk vissza, és inkább csináljunk még valamit, mert kitaláltam még valamit, amit lehetne csinálni. Na, itt is vagyok, és szerintem már elég régóta nem építettünk erre semmit, és az igazság, hogy nagyon nem is fogunk, mert ez lesz a főjárata a következő szintnek. Igen, lesz következő szint, mert ott lesz a villager mindenféle szerkezetrendszer, itt ennek a domnak a tetején, és emiatt kell egy feljáró, meg hát egy teljesen második szint is. És ebben a videóban ezt fogjuk még megcsinálni, ez az utolsó dolog, amit most fogunk megcsinálni. És hát ja, akkor erre fele kéne valami kis lépcsőszerűséget csinálni. Nem tudom még, hogy hogyan lesz, de így majd útközben így kialakulgat szerintem. Hát ja. We'll be right back.
Na hát végül is ez lett ebből az egészből. Szerintem nem lett olyan rossz, igazából tökre hasonlít az alsóra, szinte ugyanolyan. És hát akkor, ja, most nézem, mire jó az a szilkzacsos balta. Megkapjuk a lombot, amikor kiütjük. Nem különben üveg kiütésére is jó, mert baltával ugyebár simán ki lehet ütni az üveget, és akkor azt is megkapjuk. És akkor tök jó lesz nekünk. De amúgy itten kicsit kipucolom a tetejét ennek a kis domnak, hogy legyen hely erre a ennek a villager es dolognak. Na, itt nagyjából megpucoltam ezt a területet, de még valamit kipróbálok, hogy... Á, ha baltával kiütjük a füvet, akkor azt nem kapjuk meg, mondjuk. De nem baj azért. Így is elég jó, csak a lombot kapjuk meg vele. És igazándiból, ja, ez egy ilyen építős, gyorsítgatós rész volt. Hát, tudom, ez annyira nem volt izgalmas, de egy majd a következő részben normálisabb dolgokat fogunk csinálni. A villager-ökkel fogunk foglalkozni. És hát jó, akkor ez a videó is ennyi lenne. Köszönöm szépen, hogy megnézted, ha tetszett, nyomj rá egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban, de addig is, sziasztok!